Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Karcagi Arany János Általános Iskolában. Kovácsnyi Szendrei Bolmár igazgató helyettessel beszélgetünk, hiszen hamarosan kezdődik az Aranyos Napok idei megnyitója. Mióta ünneplik a névadó születésnapját? Pontosan 20 évvel ezelőtt kezdődött ez a program az iskolában. Akkor vettük fel Arany János nevét, és akkor volt az első Aranyos Napok program sorozat az iskolában. Azóta rendszeresen megünnepeljük, kötődve ahhoz, hogy Arany János ezen a napon született. Akkor vettük fel a nevet, és ez ilyen kellemes összekötés a programsorozattal, úgyhogy 20 éve ünneplünk. Ma először akkor a hét első rendezvénye, ez egy ünnepi megemlékezés lesz, itt már lázasan készülnek az aulában a gyerekek, megkoszorúznák a dombolművet, és mi milyen programok lesznek még? Igen, nagy a készülődés, de ez már régen elkezdődött, mert több hete készülnek a gyerekek, hiszen egy előadást fognak bemutatni, Arany János egyik művét fogják előadni, és természetesen szeretnénk mi is, ha nagyon jól sikerülne a kis műsor, ezért régen elkezdtek készülődni. A programok változatosak lesznek a héten, lesznek városi szintű programjaink, és természetesen iskolai szintű programjaink is. A mai napon, a megnyitó ünnepség után lesz egy rajzverseny. A holnapi napon irodalmi verseny lesz, ez mind a kettő városi szintű program, majd csütörtökön lesz még egy városi szintű program, az pedig a toldi erőverseny, ahol a város erős legényei, leányai esetleg mutathatják be, hogy mennyire erősek. Nagyon sok érdeklődő van most is, mint ahogy korábbi években is. Remélem, jól fogják érezni majd magukat a jelentkező gyerekek. A belső programjainkról, ami csak a mi gyermekeinket érinti, holnap után szerdán lesz egy akadályverseny, ahol tréfás feladatok várják majd a gyerekeket. Minden tanterembe különböző feladatokkal kell majd megküzdeniük. És pénteken lesz egy rövid zárása a programoknak, illetve délutánra egy szakmai napot tervezett a felsős munkaközösség, ahol az interaktív tábla csodáiról, lehetőségeiről fognak majd egy előadást meghallgatni és bekapcsolódni ebbe a munkába. Itt láttuk azért, hogy szülők is gyülekeznek, tehát gondolom, hogy ezen a hét rendezvényein ők is jobban betekintést kaphatnak az iskola életébe. Természetesen ilyenkor megszoktuk a szülőket is hívni, elsősorban a megnyitó ünnepségre, mert a többi program már annyira az ő számukra lehet, hogy nem élvezetes, hiszen ott komoly munka folyik majd a rajzolók, a versenyzők számára. El szoktak jönni, remélem most is lesznek látogató szülők. Azt kívánom, hogy legyen sikeres ez az Aranyos Napok idei rendezvénye, és még a 25. és a 30. évfordulót is ünnepeljék meg ilyen szép programokkal. Nagyon szépen köszönöm.